2022. május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választásokon egyéni meggyőztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladatokról. Hívunk mindenkit, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkban Demeter Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője érkezett hozzánk, akivel Zoltán beszélget. Jó reggelt kívánok! Így van Demeter Zoltán országgyűlési képviselő a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ahogyan elhangzott, ez a műsor elem azoknak a képviselőknek szól, illetve hát a nézőknek szól, de azokról a képviselőkről, akik, akik, megnyerték a választást. Úgyhogy kérem, hogy most ugorjunk vissza az időben. Több mint egy évvel ezelőtt volt az országgyűlési választás Borsod, a Zemplén vármegye négyes számú választókerületében indult ön, és akkor arról szóltak a hírek, hogy ez egy sorsdöntő kerület lehet, ahol az ellenzéknek komoly esélye van. Üveges Gábor volt az összeellenzéki jelölt, méghozzá azért, mert 2018-ban 44%-os eredménnyel szerzett mandát most azonban 10%-kal többet kapott, 54%, volt olyan település, ahol 100%-ot. Mi billentette el a mérlegnyelvét? Hát először is hadd idézek egy régi klasszikust, aki valamikor azt mondott, hogy nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást. Négyszer választottak meg ebben az Észak-Borsodi, Abaúi, Csereháti térségben országgyűlési képviselővé, és én úgy gondolom, hogy ez a bizalom annak köszönhető, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet el kellett képviselőként az ott élő emberekért. Úgy 82 település tartozik a választókerületem, ebből három ö, város van, Kazinczbarc, Kedeni és Szentpéter, és a munkámnak a legfontosabb része az természetesen a személyes találkozás. Személyes kapcsolatot ápolok a települések vezetőivel, a polgármestereivel, a civil szervezetekkel, a vállalkozókkal, az egyházakkal, mert nekem meggyőződésem az, hogy mindig a helyben lakó emberek tudják a legjobban megfogalmazni mindazt, amire nekik az adott térségben vagy az adott településen szükségük van. És véleményem szerint ez a, ez a egyszerűség, ami köt a ott élő emberekhez, ez az egyik titka vagy kulcsa annak, hogy ezt a választást ilyen arányban sikerült megnyernem. És szeretném még hangsúlyozni azt is, hogy én többször elmondom, hogy ez a választókerületekem az otthonom, hiszen itt élünk Bánhorvátiban a családommal, a feleségemmel, a gyermekeimmel, unokáimmal, és amikor az ember a családról beszél, akkor a családért és az ott élő emberekért is felelősséget vállal. És én ezt teszem a munkám folyamán. Ezeken a személyes találkozókon, amit ön is említett az elmúlt több mint egy évben, milyen tapasztalatokat szerzett? Hiszen volt egy országgyűlési választás már a háború árnyékában, és az azóta eltelt időszak is kihívásokkal teli volt. Igen, a háború előtti időszakban öröm volt a polgármesterekkel találkozni, mert a választókerületemben sok-sok beruházást sikerült megvalósítani. Különösen, hogy említettem, 79 többségében kis település tartozik a választókerületemhez, és a Magyar Falu programban tulajdonképpen minden település megtalálta azt a lehetőséget, azt a célt, ami neki nagyon fontos volt. Természetesen a háború az megváltoztatta ezt az időszakot, vagy ezt az irányt, mert a legutóbbi találkozások azok arról szóltak a polgármesterekkel, hogy hogyan tudjuk átvészelni, hogyan tudjuk túlélni azt a nehéz időszakot, amit a háború okozta szankciók, meg az inflációk okoznak a településeken is. És ugye a legfontosabb dolog, véleményem szerint, és ezt helyesen teszi a kormány, hogy a magyar embereknek a, az élete, a magyar családoknak a védelme a legfontosabb. És örülök annak, hogy a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy például a magyar családok, a gázáremeléseket, energiaemeléseket ezekre támogatást kaptak, és így a magyar családok tulajdonképpen védelmet kaptak. Hogyha már a háborút szóba hozta, meghosszabbította a háborús veszélyhelyzetet a kormány, tegnap az országgyűlésben döntöttek erről. Az ellenzéki pártok szerint a kormány mindig talál indokot arra, hogy a parlament működését szabályozza. Miért volt szükség meghosszabbítani ezt a veszélyhelyzetet? Igen, az ellenzék mindig talál kifogásokat, de a helyzet szerintem ettől sokkal egyszerűbb. Azért azt látni kell, hogy itt a szomszédságunkban van a háború, Ukrajna-Oroszország között. És a vészhelyzet meghosszabbítása az nem szól másról, mint arról, hogy a kormánynak ad az országgyűlés egy felhatalmazást, hiszen szoktuk mondani azt a szlogent, hogy a gyors döntések életet mentenek, és bizony a háború kapcsán lehetnek olyan helyzetek, amikor igenis gyors döntésre van szükség. És egyszerűen mondva ezt a felhatalmazást kapta meg az országgyűléstől a kormány. Ön a minap az igazságügyi bizottság ülésén is részt vett, és egy új rendelkezést fogadtak el, amely az Európai Bizottság és Magyarország között zajló vitás kérdéseket is rendezheti. Mit tartalmaz ez, és mennyiben nyújt segítséget a forrásokhoz való jutás tekintetében? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tulajdonképpen olyan forrásokról beszélünk, amely automatikusan járna Magyarországnak. Ez benne van az uniós alapszerződésben, és mégis eljutottunk odáig, hogy különböző indokok alapján Magyarországnak ezeket a forrásokat nem akarják utálni. Beszélünk itt a kohéziós alapról, beszélhetünk a helyreállítás alapról, vagy megemlíthetjük a határvédelem kérdésében eltöltött sok-sok milliárd forintot is. És számomra nagyon szomorú az, hogy a hazai ellenzéki Európa Parlamenti képviselők, tulajdonképpen azon azért dolgoznak Brüsszelben is, ennek még hangot is adnak, mert a minap hallottam, Molnár Csaba volt ö, kancellárja, miniszter Gyurcsán Ferenc ö, nyilatkozatait, amikor azt emelték, hogy nekik hazafias kötelességük, hogy Magyarország ne kapja meg ezeket az uniós forrásokat. Hát ö, szeretném megkérdezni, hogyha egy európai, magyar-európai képviselő azért dolgozik, hogy a magyar nemzet ellen, a magyar emberek ellen tesz, az vajon nem azt kérdezem, hogy milyen büntetést érdemel, de én nem találok egyszerűen szavakat az ilyen viselkedés vagy ehhez a hozzáálláshoz. Az uniós forrásoknak a lehívása nagyon fontos lenne, ugyanis pont a pénzügyminiszter úr említette a minap, hogy a források meg nem kapása miatt a gazdasági növekedés is lelassult, és az uniós források elérésével tudnánk biztosítani például a a sokak által emlegetett pedagógus béremelést, tudnánk biztosítani az egészségügyben is a további fejlesztéseket, vagy béremeléseket, és még sok minden mást. Arról nem is beszélve, hogy a gazdasági növekedés az újra beindulna, és a magyar emberek újra érezdék azt, hogy, hogy bizony van lehetőség, van cél, amit el lehet érni még ebben a nehéz helyzetben is. Demeter Zoltánnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenről beszélhettünk. كسلام سيبا.